Már osztják a figyelemfelkeltő szórólapokat a közösségi szolgálatot ellátó diákok Sóstún. 2012-ben indult útjára a Tourist Police program Nyíregyházán, melynek elsődleges célja, hogy a turisták által gyakran látogatott helyeken, kiemelten Sóstó gyógyfürdőn biztosítsák a nyugodt és biztonságos pihenést. Egyedülálló program az országban, itt Nyíregyházán valósul meg. A cél alapvetően az, hogy az ide látogató turistáknak, legyen az külföldi vagy magyar, hasznos tanácsokkal lássák el. Ez lehet prevenciós tanács, hogy hogyan ne legyen bűncselekménynek a sértetje, de lehet csak egy útbaigazítás. Közös szolgáltatásról beszélünk, hiszen a diákok közösségi szolgált keretében végzik a munkát, rendőr kollégákkal dolgoznak együtt, illetve most már mióta iskolőrség működik 3 éve, iskolőrök is részt vesznek ebben a programban. Szóval ez egy nagy összefogás, nyilván az önkéntesnek a segítsége kell hozzá, hogy megvalósulhasson, de egy sikertörténetről beszélünk. A rendőrség, a járőrszolgálatot a Tourist Police program keretében működő közösségi szolgálat mellett az új típusú szegvélyekkel és lovas szolgálattal biztosítja. Céljuk, hogy a rendőrség mindenhol jelen legyen, és ezáltal a turistáknak is vonzó kirándulóhely maradjon Sóstó. Nagyon fontosnak tartom a Tourist Police jelenlétét mind Sóstófürdőn, mind Nyíregyháza belvárosában, hiszen az ide látogató turisták tömeges száma nyáron igenis igényli azt a felügyeletet, éberszemet, biztonságot, amelyet azt tud nyújtani, hogy a Tourist Police program keretében még több fiatal és önkéntes segít a városrész biztonságának megőrzése érdekében. A program a diákok körében is népszerű. Olyan is akad, aki már teljesítette a kötelező számot, de még szeretne tovább maradni. A szezonban segítő diákoknak a bűnmegelőzési feladatok mellett a városba érkező turisták útbaigazításában is fontos szerepük lesz. Azért jelentkeztem erre a Tourist Police közösségi szolgálatra, mert betekintést szeretnék tenni erre a világra, és a jövőben jogot szeretnék tanulni, és valamilyen szinten köze van hozzá, ezért szerettem volna. Az idei tanévet követően 50-en jelentkeztek a szolgálatba, de a nyár végére ez elérheti a 100 feletti létszámot is. Bár ez a program augusztus végéig tart, a téli időszakban a turisztpoliszos diákok a karácsonyi forgatagban is segítenek a bűnmegelőzésben.